Ebben az évben is különleges vendége van a Ciroka Bábszínháznak. Ismét beköltözött a teátrum falai közé a Mikulás, de csak addig, amíg be nem fejeződik az otthona felújítása. Addig pedig bárki meglesheti, hogyan néz ki a Mikulás kuckó. Emellett a Ciroka már hagyományosnak mondható József Mondál Máriának című karácsonyváró előadása is erősíti a teátrum ünnepi kínálatát. Valószínűleg nincs másik olyan elhúzódó energetikai korszerűsítés, aminek annyira örülnének a kecskemétiek, mint a Mikulás lapföldi otthonának tatarozása. A gyermekek barátja pedig időben jelezte a Ciroka Bábszínháznak, hogy a rendelkezésére álló sok-sok ideiglenes szállás lehetőség közül idén is a teátrumot választja. A lakhelyet teljesen a télapó írásban megküldött igényeinek megfelelően alakították ki. Szeretnék megmutatni csak néhány érdekességet, hogy hogyan alakítottuk ki a kuckót. Itt látható a Mikulásnak a mosdósarka. Felhívnám a figyelmet a szappan méretére, ugyanis a Mikulásnak iszonyatosan nagy keze van, el kell bírni azokat a nehéz zsákokat, ezért egy jó nagy méretes szappannal mossa a kezét. A tisztálkodás mellett a barkácsoláshoz is kellett a hely. Ez a sarok a Mikulásnak a kis javító műhelye, kis barkács műhelye. Láthatóak a szerszámok, amikkel a visszaküldött, elromlott ajándékokat javítja, hiszen garanciát vállal minden egyes darabra. Azonban nem csak az alapvető szükségletekhez, hanem a haszonnövénytermesztéshez is adottak a feltételek. A Mikulás kuckóban az is kiderült, hogy a virgácsöntözéshez a hólé a legjobb, ebből pedig most jelentős tartalék keletkezett. Itt ebben a sarokban van egy igazi érdekesség, ez egy eredeti virgácsültetvény. Minden este locsolni kell, úgy nőnek a virgácsok, de szerencsére már egyre kevesebbet kell szüretelni, mert egyre ritkábban kell a csomagokba virgácsot tenni. A nagyszakállú azt is megengedte, hogy az érdeklődők itt tartózkodása alatt, vagyis november végétől egészen december 20-ig megnézhetik kuckóját. Mindenre csak napközben van lehetőség, amíg ügyes-bajos dolgait intézi a híres városban. Beköltözött ide, elfoglalta a helyét, és a mai napon már elment a szaloncukorszállítmányért, úgyhogy egész nap távol volt, és már több csoport is érkezett megnézni a kuckóját. Ez egyébként szerencsére minden rendben volt, nem nyúltak semmihez a gyerekek, úgyhogy így mi se kapunk ki a Mikulástól. Köztudott, hogy a Mikulás lapföldi házát minden év november-decemberében tatarozzák, de azt már kevesebben tudják, hogy a cirókások a Mikulás étkeztetését is szívükön viselik. Kialakítottunk egy konyhát is, hiszen nagyon fontos, hogy amikor este hazaérkezik, akkor meleg érje várja a Mikulást. Felhívnám a figyelmet a lábosban fortyogó hógombóclevesre, ez a kedvence, úgyhogy ma este is ezzel várjuk őt. Kell is a jóság, hiszen nincs is rosszabb, mintha a Ciroka társulati tagjaként kerül föl valaki a rossz csontok listájára. Mi is azon vagyunk, hogy ezek a látogatások a lehető legzökkenőmentesebben történjenek, de hát így az elmúlt évek tapasztalatait figyelembe véve sajnos elég gyakran előfordul, hogy valami hiba kerül a gépezetbe, de szerencsére a gyerekek segítségével mindig meg tudjuk oldani, úgyhogy bízom benne, hogy nem lesz hiba, de ha mégis, akkor azt megoldjuk a gyerekekkel. A megtekintések alkalmával tehát akár arra is fényderülhet, hogy mi rejtőzik a titokzatos lepel alatt. Délelőtt és délután az óvodás és iskolás csoportokat várják a Bábszínházban, a hétvégéken pedig már a családok is bekukkanthatnak az izgalmas lakhelyre. A kuckó látogatás maximum 20 fős csoportokban lehetséges, ezért érdemes előzetes jegyfoglalásról gondoskodni. A nyitvatartás pontos időpontjai a Ciroka honlapján találhatóak meg. 14 éve, kisebb megszakításokkal, folyamatosan színpadra kerül az adventi időszakban a Ciroka Bábszínház József Mondál Máriának című darabja. Az előadás az elmúlt idő alatt már hagyományos ünnepi játékká nőtte ki magát, amit karácsony előtt érdemes mindenkinek megnéznie, akár az örökérvényű történet, akár a lenyűgöző díszlet, akár csak a hangulat miatt. Keljetek fel mostan, mert eljött az idő, én már köztetek jár, én az üdvözítő. Kaszás Villő meséjét Rumi László állította bábszínpadra, a hosszú ideje repertoáron szereplő előadást érthető okokból kisebb-nagyobb felújító próbáknak kell alávetni.
Amikor legelőször játszottuk, akkor József így szól a darabban Máriához, hogy gömbölyük is a hasát simogatta, és akkor Fülöp József, alias Szent József az előadásban, éppen akkor várta az első, akkor várták az első babájukat. Tehát ez az előadás egykorú a Jóskáéknak a legidősebb gyerekével, aztán azóta még jöttek többen is. Na, egy szó mint száz, a felújításra vonatkozó kérdés, az ugye mindig egy kicsit nehézséget okoz, vagy fejtörést okoz a rendezőnek is, meg a játékosoknak is egy-egy felújítás. A József még tartja magát, de már a harmadik Heródest fogyasztottuk el. Én vagyok most a negyedik Heródes, igaz, hogy csak egy beugrás erejéig, mert az egyik színészünk megbetegedett. Mivel a keresztény újszövetségi szentírásban minden benne van, nem árulunk el nagy titkot, hogy az Isten fiáról és annak születéséről szól az előadás. A fényhozó Jézuska születését József, az asztalos ácsmester meséli el, karácsonyi játék lévén ez a darab csak advent idején tud igazán érvényesülni. Tulajdonképpen ahogy a régi betlehemezők is minden karácsonykor elővették a kis faragott betlehemesüket és jártak házról házra, ők is tulajdonképpen minden évben felújították a darabot, és ott is ugyanúgy cserélődtek a szereplők. Tehát ez egy más típusú előadás. Ez egy szent játék, ha úgy tetszik. A bábok és a sokszor önállóan háttérként funkcionáló figurásszekrény Balla Gábor kezemunkája. Az előadásban sok tradicionális vagy népi betlehemes elemet használnak rafinált színházi megoldással. Az egyes jeleneteket pedig szinte végig kísérik a vallási énekek, amelyek a szárnyos oltára emlékeztető díszlettel együtt igazán hatásosak. Annyira, hogy a közönség évről évre kifejezetten várja az előadás időpontjait, idén az első, december 10-én, a második pedig ma délután volt. Azt szokták írni a szervezésre, a Bábszínház szervezésére, hogy szeretnék még látni ezt az előadást, mert nekik ez a karácsony. Úgyhogy várunk mindenkit szeretettel, ez tényleg egy ünnepi előadás. A báb technikát tekintve vegyes a felhozatal, mert bunrakú, óriás báb és népi alakoskodás is szerepel a produkcióban. Kik vagytok? És mit akartok? Mit kerestek itt? Vándorló tűz, csodacsillag hozott Betlehembe. Egy pillantást hadd vessünk a királyi gyermekre. Ebben a palotában nem született semmiféle csecsemő. Lángos csillag fönn az égen, világosan hirdeti. Betlehemnek városában Isten gyermek születik. Örökké virágzó uralkodása lesz az emberek bűnének váltsága. Megjövendölték ezt régen a könyvek. Bejártuk értem majd az egész földet. Napkeleti üdvözlettel három király tiszteli, mirhát, tömjén, aranyat ajándékként hoz neki. A különösen félelmetes, óriás karmokkal rendelkező Heródes végzete pedig nehezen lenne utánozható élőszínészi játékkal. Heródes a figurája talán a legkülönlegesebb ebből a szempontból, egyáltalán nem szokás báb színpadon cserépkorsó fejű bábot alkalmazni. Ez egy régi alakoskodó népi játékból van az ötlet, amikor voltak az úgynevezett bolondesküvők, bolond temetések, főleg így farsang idején, viszont volt egy, amit egy ilyen bolond bírósági tárgyalásnak nevezhetnénk, ahol az elítéltet egy bunkós bottal fejbevágták, és ez egy cserépkorsó volt. És tulajdonképpen ez volt az elítéltnek a kivégzése, és ezt az elemet emeltük be mi a Heródes halálához.
Az eredeti szereposztásból tehát Fülöp József és Apró Ernő játékát láthatjuk majd, Máriát Krucsó Júlia Rita alakítja, a betlehemes kompánia további tagjai pedig Lendvácki Zoltán, Szekeres Máté, Szörényi Júlia lesznek, az élőzenét pedig három muzsikusnak köszönhetjük, ők Tóth Jázmin, Bujdosó Zsolt és Szabó Mátyás.